Krisztus királyunk, szüzességi fogadalmával Magdi örök hűséget esküdött neked. Bódi Mária Magdolna sírjánál kezdődött el a megemlékezés, a vértanúság 68. évfordulóján. A fohász után a jelenlévők virágokat helyeztek el a síremléken, majd rövid zarándoklat indult a vértanúság helyére, a mai általános iskola udvarára. Itt a főpapok, a felvidéki testvértelepülés Berencs község és Litér polgármestere, valamint a családtagjai és a tisztelők megkoszorúzták a 2005-ben felszentelt szobrot. Hogy az ő közbenjárását kérjük. A boldogálatásért ünnepi szentmise áldozatot mutatott be Spányi Antal, székesfehérvári püspök. A főpap szentbeszédében Bódi Magdi életútját példaként állította a hallgatóság elé. Az élvezetek habzsolásának korában arról beszél az ő élet áldozata, hogy mindig érték a tisztaság. Mindig érték, ha az ember elvekhez, eszmékhez igazodik. És hogy az ember csak akkor lehet teljes életet élő, csak akkor tapasztalhatja meg az embernek készített boldogságot, hogyha tud az eszmények szerint, a hite szerint élni. Ez, ma is ez a boldog családi életnek is a titka. Bódi Mária Magdolna azt üzeni nekünk, hogy lehetünk szentek ma is. Csak hát nem álmodozni, nem üres vágyakozásokkal kell a szívünket és a lelkünket megtölteni, hanem nagyon konkrét életet kell élni. Életet kell élni másokért. Mozdítva a világon, úgy, ahogy arra lehetőségem nyílik, ahogy arra módom van. A szent életű lány boldogálvatása már évek óta vágya a litéri katolikus közösségnek. Jelenleg még az egyházmegyei szakasz zajlik, de a tervek szerint a jövő évben már a szent szék is foglalkozhat a kérdéssel. Az új pápa által képviselt mentalitás segíthet a gyors elbírálásban. Szent atya kijelentett, az is vette fel a Ferenc nevet, mert a szegényeket akarja támogatni, fölemelni, mind a lelki, mind az anyagi szegénységben lévőket. És ha most úgy végighallgattuk akár a szentbeszédet is, vagy aki elolvasta már Magdiról a könyvet, az láthatja azt, hogy Magdi egy követendő példa ezúton is. Tehát ő szegénységben élte meg a Krisztusnak a szeretetét is, áldozta oda életét az Úr Jézus Krisztusért. Tehát biztos, hogy a Szent Atya is, hogyha majd tájékoztatva lesz erről, hogy ki is ő, örömmel fogja őt majd boldogálvatni. Persze ezt ki kell vizsgálni, tehát ez ugye a kongregáció kezében van. Bódi Magdi sokrétűen kivette részét a szeretett szolgálatból, ahol tudott, segített. Ad, hogy mi is észrevegyük a ránk szorulókat, és készségesen segítsünk rajtuk. Bódi Mária Magdolna 1945. március 23-án egy szovjet katona géppuska sorozatától veszítette el életét. A 24 éves fiatal szüzességi fogadalma védelméért áldozta fel magát. Boldoggá avatását már a halála utáni években az akkori veszprémi megyés püspök Mincenti József indította el. A korabeli jegyzőkönyvek tisztázatlan körülmények között eltűntek. A környék katolikus közössége a 90-es évek elején kezdte el újra az adatgyűjtést.